Összegyűltek a település gyermekei a regői templomban az államalapítás ünnepén. A település java részt vett a templomi ünnepségen, ahol az idén világra jött kisbabákat is megáldotta a lelkész. Ezt a helyi szokást már évek óta gyakorolják a faluban, így javatják az újonnan születetteket kispolgárra. Nagyon örülünk neki, hogy a falunkban mindig van kispolgáravató, így legalább egyszer összejönnek a fiatalok, a legkisebbek is a templomban, és az atya megáldja őket. Megáldja őket, hogy regői kispolgárok lettek. Hál' Isten! Ugye hát mindenhol fontos ez, hogy születnek a gyerekek, népesedik a falu, mert egyszer elfogyunk. És sajnos akkor megszűnik a falu is. Az áldás után pedig még egy emléklapot is kapnak a kisdedek, ami felnőve majd emlékezteti őket szülőfalujukra. Mivel regő viszonylag kis település, fontos, hogy a fiatalok szeressenek itt élni, ne hagyják el a falut, ha felnőnek. A mai ünnep, ez arról szól, államalapításunk ünnepe van ma. Szent István király ugye ezen a napon alapította meg a hagyományok szerint a magyar államiságot. A népi hagyomány szerint pedig ilyenkor szenteljük a kenyeret, ez ugye a megújulásnak a jele. Ennek az apropójára a Regőjét Egyesületnek a kezdeményezésére ezen napon örülünk annak, hogy a községünk is megújul, és a megújulás jeleként a kispolgárokat, akik az elmúlt évben született gyermekek, ebben a szentmise keretében az atya megáldja, és egy kis emléklappal megemlékezünk, hogy ők is a közösségünk része, és reményeink szerint ők lesznek a megújulásunk. Minden egyes gyermekért idézőbetével megharcolunk, szeretnénk azt, hogy minél többen válasszák Regőt otthonuknak, és ennek érdekében is tesszük ezeket az intézkedéseket, ezeket a kis programokat, és reméljük, hogy a szülők egy kicsit emelkedettebb lelkiállapotban még jobban ragaszkodnak majd Regőhöz. A felszentelt kenyér a megújulás jelképe a hagyományok szerint, így remélik, hogy a mostani növekvő tendencia a gyermekvállalás kapcsán még tovább fog emelkedni, és az itt élők ragaszkodnak majd otthonukhoz, mondta a település vezetője.